A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Tiszteletem minden kedves nézőnek. A témánk pedig a víz, Magyarország vízháztartása, annál is inkább fontos, hiszen az elmúlt időszakban azért megszenvedte a növénytermesztők, állattenyésztők egyaránt. Tehát az agrárgazdaság a vízháztartás különböző fokozatait, hiszen aszály volt, nem sorolom, de erről is fogunk beszélni nyilván. Nos, hát a statisztikák szerint ugye hazánk nagyon is jól tudjuk vízben gazdag állam, azonban a megújuló vizek 94%-a külföldről érkezik hazánkba. Nagyon sok kérdést felvet ez, hiszen a megújuló vízkészlet a második legalacsonyabb az Unióban, és hát az utánpótlást a csapadék jelenti, és a klímaváltozás azért sújt bennünket. És pontosan ezért felértékelődik a vízgazdálkodás helyzete. Azt hiszem, hogy ebben mindenképpen lépni kell. Abszolút lépni kell, már évekkel ezelőtt is, ez mindig napirenden volt, viszont ez eddig nem igen mert semmelyik kormányzat belefogni abba a nagy volumenű öntözésfejlesztésbe, vízrendezésbe, tározók építésébe, ami mind elodázhatatlanabbá válik, nem beszélve az öntözési közösségek létrejöttéről, mert mindenkiért volt minden, partszakasz, víz, csatorna, és bizony nagy kaotikumba azért elég nehéz volt megtalálni a gazdát kellő mennyiségű vízzel. Tehát, ha csak annyit mondunk, hogy a elsődleges és másodlagos csatornahálózatok több mint 42 ezer kilométeren terülnek el Magyarországon, ami állami tulajdonban van. Ehhez csatlakozik még egy olyan 8 ezer körüli magántulajdonban levő csatornahálózat. A magántulajdon lehet, hogy közösségekért, nem személy szerint természetes személyeké, de az nem állami tulajdonban van. Nos, ezeknek önmagába a karbantartása, a zsilipeinek és hát a víz szintjének a megőrzése, hát ez egy külön-külön világ. Azért is, hiszen ha tározásról beszélünk, akkor a víztározás ezekbe a csatornákba, ha az üzemi vízszinteken eléri, akkor önmagában már egy vízháztartásba kedvező környezetet alakít ki, nyilvánvaló, hiszen a csatorna oldalai, ezek nem műanyagból vannak, áteresztőek, és a talaj vizet kap, és vizet, víz tud diffundálni a környezetébe is. Tehát, ha önmagában ezt nézzük, már egy nagyon nagy szám. És hát ugye mindig egy két számot szoktam azért összehasonlítani. Azt mondtuk, hogy az aszály, ami valóban az évszázad legnagyobb aszálya volt, de hát még ugye az évszázadval az is ok van, de minden idők eddigi legnagyobb aszályát éltük meg tavaly előtt. Mint egy 1 000 milliárd forintnyi az az összeg, amit kárként akkor úgy nagyjából meghatározott az agrárium. Nagyjából ez az 1 000 milliárd az, ami szükséges lenne beruházásba az öntözéshez. És nem számháborúzni akarok, de a tavalyi évben az összes támogatás, beleértve a 80%-os állami kiegészítést is, kifizetésekről van szó, tehát konkrét kifizetésekről, 1418 milliárd forint volt. Tehát kétharmad.
Így van, így van. Tehát borzasztóan magas összeg ám azért úgy, hogy ne felejtsük el, hogy tavaly ilyenkor azt mondtuk, hogy minden idők legnagyobb kifizetését eszközöltük, és akkor alig haladta meg az 1000 milliárdot. Az azt megelőző években 800 és 900 milliárd körül mozgott az előtte való 3 évben, azt megelőző meg csak 500-600. Tehát az az óriási emelkedés a kifizetésekbe, ami most megvalósult, ugye hát nyilván az állami hozzájárulás 80% kapcsán, ez azért teremt pénzügyi lehetőségeket, és bizony az idejében, amikor 69 különféle támogatási forma lesz biztosítva a termelőknek, ebbe az öntözés és az öntözés fejlesztés is bőven benne lesz. Ez egyébként kulcskérdés most, hiszen azért nagyon is jól tudjuk, erről is beszéltünk már számtalanszor, hogy ma hazánkban a leginkább egy olyan országot tisztelhetnek, hogy mi több vizet engedünk ki, mint amennyi befolyik. És nagyon sok folyik ki. Tehát az öntözéses gazdálkodásnak az lenne az alapja, hogy a Duna-Tisza rendezése ilyen értelemben, meg amit az ön által említett különböző csatornahálózat megteremtése. Ez viszont megint csak pénzkérdés, hiszen a belső megújuló vízkészlet aránya az alacsony nálunk. Részben sajátságos az Európai Unió álláspontja, és ezen belül a zöldeké és a véleményformáló sötét zöldeké. Azért mondom ezt, mert az Európai Unióban 10% körül mozog az öntözött területek száma. De hát vannak olyan országok, mint Spanyolország, és hogy ne soroljam, 20%-ot is eléri. Magyarország e tekintetben 2, legjobb esetben is 2%. És az Európai Unió hallani sem akar arról, hogy öntözésfejlesztés és öntözés. Szitokszó, és nem is kíván erre semmiféle uniós támogatást biztosítani, sőt, mi több tiltja. Tehát nem arról van szó, hogy felzárkózhatunk az uniós átlaghoz, hanem nem lehet. Épp ezért sajátságos módon kell fogalmaznunk a tározással kapcsolatban és a víz megőrzéssel kapcsolatban, ami beburkoltan nyilván az öntözési lehetőségek is benne foglaltatnak, mert meg kell felelnünk azon sajátságos uniós szempontnak, amivel nem szeretné valahol, hogy a többi ország ilyen értelemben felzárkozzon. Épp ezért az Agrárgazdasági Kamara nagyszabású roadshow-t fog indítani az elkövetkező hónapokba, illetve hát február során, ahol 6 helyen az országba, Dunántúlon, Pápán és Kaposváron tart nagyon neves magyar kutatók és egyetemi oktatók részvételével, tehát szakemberek részvételével tájékoztatást arról, hogy milyen támogatások lesznek, hogyan lehet a vizet jó értelemben megőrizni, hogyan lehet pénzt kapni záportározók és egyéb építésére, ahhoz, hogy az a megfogalmazás, ami szlogenként most már a kamarába kialakult, és országosan is előbb-utóbb elterjedt lesz, hogy víz a tájba. Tehát nem öntözés, nem tározgatunk, nem őrzünk, víz a tájba. Tehát, hogy meglegyen az az ökoszisztémába torkolló alapgondolat, ami hát valószínűleg így az Európai Uniós zöldeknek is gyakorlatilag meg fog felelni. Valóban teljesen igaz az, hogy nagyon bőkezűen engedjük ki a vizeinket, amit az előbbiek által azt kell mondani, hogy az Unió nem értékel, sőt, mi több, bizonyos értelemben tilt. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy 112 köbkilométer érkezik be az országba, és 117 köbkilométert engedünk el. Nyilván a minden évi csapadék
alapján annyi köbkilométer, ahány milli esette jön, de a párologtatás általában olyan 49-50 köbkilométer. És bizony ez a 5 köbkilométer különbség a bejövő és kimenő vizekből, ez tőlünk megy el, és érezzük, hogy a klímaváltozás kapcsán sokkal, de sokkal hektikusabb lett a csapadéknak a ideje, intenzitása, egyszerre nagyon sok esik le, úgyhogy nagyon is szükséges a gyors tározóknak a kialakítása, és rendkívül szükséges olyan talajtani, szerkezeti viszonyokat a gazdáknak kialakítani, amik minél több vizet tud és próbál befogadni. Erre majd azért mondok konkrét példákat. Tehát a nemzeti vízstratégiára mindenképpen szükség van, hiszen a kitettség az csak Hollandiában magasabb az egész Európai Unióban, ami azt hiszem, hogy ez mindenképpen hát 621 köbméter belső megújuló vízkészlet jut egy lakosra évente. Ez ugye nem rossz, de azért tegyük hozzá, hogy az Unióban 1000 köbméter körül van ez. Tehát az öntözésről ugye beszéltünk, de milyen hatással van ez a növénytermesztésre? Hát, ez volt olyan beszélgetésünk, amely hiányolja egyértelműen a növénytermesztésben az öntözést. Tehát egyáltalán el lehet jutni addig, hogy egyes helyeken, ahol kiépítik a csatornákat, vagy újra létrehozzák, mert azért nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok csatorna is eltűnt, és nem csak az asszályokán, hogy azokat újra létrehozzák? Igen, létre is fogják hozni, ki is fogják tisztítani, és hát ami elkerülhetetlen, és most már mind inkább beszélünk róla, hogy a két nagy folyónk, a Tisza és a Duna alsó szakaszán igenis meg kell építeni egy olyan gátrendszert, amelyik biztosítja azt, hogy ne lerohanjon a víz, ne mélyüljön a meder, mely mindkét folyónál ugye mélyül, ami azt jelenti, hogy a környező talajvizeket leszívja a folyó önmaga. Tehát nem telíti, hanem oda bekerül. Hát a Duna alsó szakaszán ugye nincs hordaléklerakódás, nincs azért hordaléklerakódás, mert följebb ugye a más országokba teli van különféle hát tározókkal, zsiliprendszerekkel, különféle erőművekkel, és ez a hordalékot fölfogja. Így a víz folyamatosan mossa ki a medret, és mélyül. A mélyüléssel pedig romlik pont az Alföldnek a víz háztartása, és hát még aszályosabb lesz. Sajnos azt kell mondani, hogy ez nálunk is érződik, Fejér megyébe és Mezőfalván is, hiszen mi azért a GINOP-os pályázat alapján teli vagyunk jó értelembe szenzorokkal, és bizony 90 centin még mindig csak 50%-os a víztelítettség, és egy méter alatt pedig porzik a föld. Tehát még mindig ebben a nagy csapadékos időjárásban sem ért össze az altalajvízzel a felső vízréteg víztelítettsége, ami azért nagyon komoly gondokat okoz, annak ellenére, hogy én tudom jól, hogy 15-18 évvel ezelőtt én pontosan meg tudtam határozni azt, hogy mikor hány milliméter eső esett, mekkora zápor volt nyáron, hiszen a vízállásos területeinknek a nagysága önmagában meghatározta, hogy na, mekkora zivatar volt az elmúlt napon, vagy éjszaka, vagy mielőtt ugye arra jártam. De mi megtettük azt, hogy ahol a talajtani viszonyok engedték, ott mély lazítózást tettünk azokba a foltokba. Volt úgy, hogy csak egyetlen lazítókést bírt el a traktor, de feltörtük azokat a részeket, persze, ahol lehet, mert vannak olyan adottságok, hogy gyakorlatilag két méterig csak vízzáró réteg van, hát azt nem lehet feltörni, de ahol ezt meg lehet oldani, ott bizony most a vizek nálunk nem állnak meg, hanem egyszerűen megfelelő módon a talajba szivárognak. Tehát amiről beszéltünk is, de nem győzöm ismételni, hogy
van 4,2 millió hektár szántónk. Ebben tudjuk, hogy minden forgatáskor annyi milli megy el, amilyen mélyen forgatjuk a talajt, ha nem zárjuk le azonnal. Ha pedig nem zárjuk le, mert hagyományos módon gondolkodunk, mert elfelejtjük, hogy nyáron milyen szükség lesz erre a vízre, azt mondom, hogy különféle forgatásokkal, ha hektáronként csak 20 milli csapadékot mentünk meg, és ez nem olyan sok, mert tudjuk, hogy többször bolygatjuk és mozgatjuk a földet, lezárás nélkül is sokan, akkor a 4,2 millió hektáron 0,8 köbkilométert tudunk megmenteni, ami a talajba marad a csapadékból. Mit jelent ez? Óriási szám. 0,1 köbkilométer a 100 ezer hektáron, mintegy 100 milli csapadék kiöntözése, ami nagyjából ez a szám ma Magyarországon. Tehát 0,8 tizede az összes öntözés, ami el van, amit önmagunk meg tudnánk menteni. Mit jelent más összefüggésbe? Ez majdnem a fele a Balaton összvízmennyiségének, ötszöröse a Tiszatójénak. És amikor ugye beszélünk arról, hogy valamilyen módon duzzasztani kellene a folyóinkat, akkor tudjuk jól, hogy a Tiszatavat most megépíteni a zöldek miatt nem lehetne. Holott Európa legnagyobb madárrezervátuma és telelője van a Tiszatónál, és ma már különlegesen védett természeti övezet. Tehát amikor csak sematikusan gondolkodunk a vízről, akkor bizony nagyon-nagyon fars eredményeket hozunk ki, és nem az ökoszisztéma egészébe helyezzük a vizet, a talajt és a klímát. Ezért van ez a szlogenünk, hogy víz a tájba, mert ennek a hármas egységnek valóban harmonikusan együtt kell lenni, és minden környezetvédőnek ajánlom, hogy a gondolkodásába ezt a hármas szerepet fogadja el, és ez alapján határozza meg a célkitűzéseit. Így van, hát nyilván hazánk földrajzi fekvését nem fogjuk tudni megváltoztatni, ezért nagyon fontos a folyószabályozás, illetve a belföldön lehulló csapadék visszatartása. Van erre forrás? Igen, igen. Ahogy a kormányzat sokak számára hihetetlenül, mert azért mindig is nagy nehézségek voltak, ugye a büdzse tekintetében, tehát nem volt soha könnyű egy államháztartást megvalósítani, de a legvérmesebb reményeiben nem hitték el, hogy Magyarországon az állami hozzájárulás, kormányzati hozzájárulás a 80%, ez egyáltalán valahogy is meg fog valósulni. Kérem tisztelettel, éljük, és valóban fontos, hogy jól éljük fel ezt a nagyon-nagyon komoly összeget. Igenis, vannak nagyon erőteljes elképzelések arra, hogy a víz a tájba szlogenből valódi tározások legyenek, a záportározók, ahogy mondtam, már is gyakorlatilag engedélyezettek, és komoly pénzeket lehet rátenni, és ami a legfontosabb, hogy van olyan elképzelés, hogy tározzuk továbbra is a folyóinkból különféle tározókat, amelyek egy része kiszáradt, és ezt egyébként az alternatív energiával, az oda telepített, akár szeles szivattyúval, vagy szél által működtetett szivattyúval, napelemmel működtetni lehet, mert ott nem az a lényeg, hogy azonnal víz legyen, hanem folyamatosan emelje át a tározóba a vizet, a X folyóból, vagy szívózsomból, amit pont akkor emel át, amikor ez az alternatív energiaforrás rendelkezésre áll. Nyilvánvaló, hogy ez fontos olyan területeken is, ahol nincs rendelkezés, nem áll rendelkezésünkre folyó, stb. Tehát a víz megtartás mindennél fontosabb, tehát a folyóinktól távol eső területekre gondolok elsősorban. Tehát erre is nyilván kell, hogy legyen forrás,
de én azt hiszem, hogy a kormány segítségével ez megoldható, mert ugye ezek a talajnedvesség megőrzése kulcskérdés most. Ez olyannyira kulcskérdés, és a csatornák rendbetétele is, és ilyenkor még a horgászokkal, halászokkal, halas emberekkel beszélve, és ők is azt mondják, amikor a Amurt ilyen valóságban nem invazív faj, mert megvan a helye és szerepe ugye a csatornák tisztításába. A természetvédők egy része ugye majdnem, hogy kiirtatja, mondván, hogy őshonos hínár és egyéb féleségeket is elfogyaszt. Igen, de kérem tisztelettel, amikor egy kotrógép végigmegy egy csatornán, hogy kitisztítsa, azt sem tudja kiválogatni nyilván, sőt, mi több, még annyira sem azokat a különféle vízben élő növényzetet, amely a környezetvédők számára rendkívül fontosnak tűnik, de ezt is helyén kezelve, megfelelő módon a megmaradás, a fenntartás és a természeti körforgásnak a gondolatkörébe kell megfogalmazni, és kell kialakítani azokat a véleményeket, amely igenis biztosítja a tájba a vizet, és a csatornákat nem algásítja, eutrofizálja, és hát olyan növényekkel növeszti be, amely később már nem tud megfelelni a csatorna szerepnek. Igen, hát ne legyenek illúzióink, a negatív vízmérleg tartós jelenség, és ez nem is fog megváltozni a közeljövőben. Én azt gondolom, hogy a kormány, illetve a kamara közös együttműködése ezen segíteni fog, hiszen számtalan olyan gazda van, akár itt a Mezőföld szívében, pedig mi azért jó helyen vagyunk, aki ezekkel a gondokkal meg kell, hogy küzdjön évről évre. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt hiszem, hogy fontos dolgok hangzottak el, hiszen a vízháztartásunk a mezőgazdaság szempontjából minden egyes hazánkban élő embernek kiemelten fontos. Köszönöm. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a Fehérvár Média Centrum Agrárinfo című műsorát látták, vendégem pedig Zászlós Tibor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős alelnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.